Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt ház képviselőtársaim! Hát képviselő úr kérdése, illetve az elmondott hozzászólás tartalma az nagyon ellentmondásos, de arra azért alkalmas, hogy a tényadatok kapcsán elmondjam, hogy mi is a valós helyzet. Nos, hát a házban szerintem mindannyian tudjuk, hogy a piacgazdaságban a bérek emelése az a gazdaság lehetőségeitől függ, és hát ez alapvetően a munkaadók, munkavállalóknak az alkuja, ennek az eredménye. A kormány nyilvánvalóan a minimálbér, illetve a garantált bérminimum megállapítása kapcsán, valamint az adók csökkentése kapcsán tud ebben aktívan közreműködni, és ezt is teszi most is, és tette az előző években. De hogy konkrétan cáfoljam képviselő úr kérdését, béremelkedés helyett bércsökkenés, engedje meg, hogy konkrét adatként tájékoztassam Önt arról, hogy a kormány céljaival összhangban a minimálbér összege 2018. januártól 138 ezer forintra emelkedett, ami a 2010. évi 73.500 forintos szintnél mintegy 88%-kal nagyobb. Ez a matematikai szabályai szerint mindenképpen növekedés és nem csökkenés. A garantált bérminimum összege ugyanezen idő alatt 89.500 forintról 180.500 forintra, azaz 102%-kal emelkedett. Ismét csak azt tudom mondani, hogy ez nem csökkenés, hanem egyértelműen növekedés. A minimálbérekkel együtt a magasabb kategóriába tartozó bérek is folyamatosan emelkedtek, emiatt a nemzetgazdasági szinten megállapítható átlagos 36,3% 2010-hez képest szintén növekedés jelent. Engedelmével itt azért még mindenképpen fölhívnám a figyelmet arra is, hogy a bevezetett adókedvezmények mellett, vagy annak következtében nyilvánvalóan ez a pénztárca vonatkozásában még kedvező képet mutat. Nemzetgazdasági szinten a reálkeresetek 2018. január-augusztus viszonylatában 9%-kal emelkedtek az előző év azonos időszakához képest. Ezzel egyértelműen látszik és megállapítható, hogy 2013 eleje óta, tehát immár már 68 hónapja töretlen a reálkeresetek növekedése, tehát semmiképpen nem csökkenés, hanem növekedésre van szó. A bérek növekedése a versenyszektorban alapvetően a minimálbér 2018-tól történő 8%-os és a garantált bérminimum 12%-os növelésének közvetlen és tovább gyűrűző hatásai is vannak, és ez tapasztalható nyilván a versenyszférában, de az állami tulajdonú közszolgáltatóknál is. Mindez úgy következett be, hogy a dolgozók számára több éves összevetésben is nőttek a javadalmak, és hát itt azért látni kell, hogy a legalább 5 fős vállalkozásoknál dolgozók létszáma 2018. augusztusában az előző évi kiemelkedő növekedés követően 2,4%-a, azaz 97 ezer fővel bővült az előző év augusztusához képest. Az adatok tehát meggyőzően mutatják, hogy a magyar bérek vásárlóerő paritáson már eddig is jobban emelkedtek a fejlett uniós országokhoz képest. Fontos dolog, hangsúlyoznom kell, hogy a szociális partnerekkel kötött 6 éves bérmegállapodás, illetve adócsökkentési program szintén ezt a tendenciát erősíti, és egyértelműen látszik, hogy a gazdaság lehetőséggel összhangban ezek eredményre is vezettek. A kormány a saját felelősségi körében a közszférában tud közvetlen bérintézkedéseket hozni, és ezt meg is tette. A végrehajtott béremelése következtében 2013 óta folyamatosan emelkedik a közszférában dolgozók átlagos reálkeresete is. A kormány a közszférában nem egy általános, hanem egy-egy területre koncentrált, elsősorban életpályaprogramokhoz köthető fejlesztést hajtott végre. Itt mindenképpen fontos hangsúlyoznom a közszféra egyes területeit, nem részleteiben, de fő tendenciájában mégiscsak bemutatva, a pedagógus életpályamodellt, a rendvédelmi dolgozók számára biztosított életpályamodellt, a felsőoktatásban dolgozó kutatók esetében bevezetett intézkedéseket az igazságügy területén, az állami tisztviselő életpálya kapcsán, a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál kulturális ágazatban bevezetett életpályamodelleket, ezek mind-mind egyértelműen emelkedést, növekedést tartalmaznak. Képviselő úr kérdését, tehát ebben a helyzetben abszolút nem lehet értelmezni, Magyarországon a bérek növekednek. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm.